Balázska valamiért, hogyha választhat, akkor valahogy mindig brit irányba. Igen. Nem tudom, hogy az ír az brit-e, hát a brit szigeteken laknak az írek, akik nyilván kelták, és nem szászok, és a többi, és a többi. Ugye nagyon hasonló volt a sörkultúra, tehát hogy ott, mivel hogy rengeteg ilyen sör volt, amit ugye nem lehet eltartani, mint ugye a későbbi új sörök, tehát a új alatta az 1800-as években készült cseh lágereket értem, hogy azt tök csomó helyre lehetett szállítani, és akkor létrejöttek a nagy üzemek. Viszont Írországban, meg Angliában ugye kis üzemek voltak, nem tudták nagyon messzire elvinni, és ugye minél nagyobb választék volt, annál a nagy választékból könnyű volt kiválasztani a jókat. Tehát, hogy nagyobb merítésből nagyobb esélye lesz jó sör. Ó, oh, itt van. Ballymote, egy Ballymote nevű városkában, vagy faluban, tehát Írország észak-nyugati részén van a főzde. A város valószínű nem nagyon nagy, mert ahogy így felületesen ránéztem a Google Maps-re, nem nagyon láttam ott urbánus települést, de rengetegféle érdekes és klasszikus sörük van. Ugye White Hag-nek hívják a főzdét, a hag az jelent ilyen szipirtyószerű, pejoratív idősebb hölgyet, vagy boszorkányt, úgyhogy a White Hag az, gondolom, hogy fehér boszorkány. Mint ugye a hexe. A hexe, igen. Anna egy kicsit Hermione ismeri, tudod, nem hívta fel a tanár, és mégis bemondta, hogy hexe, de hát akinek felsőfokú németje van, Indiánának, ha-ha. Na, szóval, melyikkel kezdjük? Ez mondjuk, az kezedben van ez, szerintem ez. Olyan régen volt már ilyen angol kocsmai pintos pohár, ami persze nem pint, mert ez szerintem olyan 4 deci körüli pohár lehet. De hát ilyenekből isznak a brit kocsmákban. Ez viszonylag. És egymást nörfözik a lányok a gyerekszobában? A tükröt nörfözik. Jó, ez a csatogás, a gyerekszobában nörf csatogon. De most elmondok egy családi történetet. Volt egy kedves ismerősünk, aki egy idős néni, akitől karácsonyra egy ilyen pisztolyt kaptam ajándékba, egy ilyen műanyag pisztolyt. Nerfet? Nem, az még a régi, ez a rugós pisztoly volt. Whatever rugós pisztoly. Bele kellett dugni, és volt a végén egy ilyen tapadókorong, és akkor bár ilyen üveg felületre szépen ott ragadt ugye az a lövedék. És volt nekem a karácsonyfán egy kedvenc díszem. És megkérdeztem, hogy miből van az a dísz, és szülém mondták, hogy üvegből. Oda mentem, és a kedvenc díszemen én átlőttem a ezért. Ja, mert azt hittad, hogy ez egy keményebb üveg? Hát üveg, hát arra tapad. És nem. És nem. És a White Hag-nek pedig minden söre valamilyen kelta pogány valami, úgyhogy mindnek utána se tudtam nézni, hogy ez a Little Fawn, mi most kapásból ezt se tudom, de a honlapon nekik legalább van egy rendes honlapjuk, ott olvasható. És én nekem egyébként egészen tetszik, igen, hogy a sörös dobozok, majd a többit is majd látni fogjátok, igen, ilyen non-figuratív az egész. Frissítő. Tehát, ez a kocsmai frissítő. De hát azt mondtad régebben, hogy nincs olyan frissítő alkohol. Rehabilitáltalak. Most már figyelj. Akkor inkább akasztatok. Kicsit élesztős. De jól áll neki. De maradéktalanul csak. Furcsa, hogy ipában az élesztő talán kevésbé szokott, vagy szokott. Hát az enyém mémben, amit otthon főzök, abban szokott lenni. Ez jó. Hű, ez kegyetlenül jó. A komlósága nem karcos, egyáltalán. És még malátásság is van, is. Én az élesztőséget jobban érzem, de azt mondom, hogy boldogok az ír fűnyírók. Igen, amikor voltunk a Békés Szent Andráson, és hol tartályból ittuk sört, az is élesztős volt, az ogrét. És az mennyire jó volt, pedig az egy láger. Az ogre láger? Aha. És egyszer Írországban, lányok, ne üvöltözzetek a nerfezés mellé! Bocsi! Már csak 7 sör van hátra, és végzünk! Sajnálom! Csajbuliban, a gyerekszobában. Egyszer voltam Írországban, és a helyi magyar expatok mondták, hogy
hogy hát itt a gulyásleves mennyire jó, mert hogy itt nem nagyon vannak nagyüzemi marhák, hogy ez mind kint legel, és tényleg rengeteg marha legel kint, tehát ott az a fűnyíró. És most? És ott azért több nedvességét is kap azért az a fű, tehát ugye mind a fű kövérebb, mind a marha. Figyelj, az Irish IPA 7-2-es, azt még hagyjuk, ugye? Igen. Ez 5-4-es a neipa, úgyhogy előtte ez a New World Pale Ale, ez biztos igen. Jó lesz. Na, ez a Ninth Wave, ez megint valami ír misztikus tengerész vaker, hogy a 9. hullám mögött van az ismeretlen, vagy mit tudom én, tehát ott válik el a nem tudom ki, a nem tudom kitől. Mi a New World Pale Ale? A BJCP-nél. Gondolom, szerintem a New World az azért is, mert hogy át kell hozzákelni, így Atlanti óceánon. Hopp, megint mellé öntöttem a pohárnak. Hú, milyen színe van, he! Igen, ez hasonlítva az előzővel. Szép grillázsos. Hát ez a White Hag, van mindenütt. A kevésbé... ez egy rendes pélél. Igen. De milyen pélél? Egy érdekes pélél. Nekem nagyon ízlik. Inkább komló, mint karamella, nem? Azok a... Egyensúly van itt is. Egyensúly van, de egy más. Annyira okosakat mondunk ezt, annyira szeretem ezt a részt, amikor okosakat mondunk. De ez egy érdekes, nagyon igen. Érdekes sör. Kicsit túlhűtöttem, ugye, hogy ezt igazából melengetni kéne egy picit. Majd szerintem visszatérünk rá a kettőre. Ez a teljesítés már nem fogunk emlékezni még. Ez a 9. hullám, ez jó volt, de sajnos eveznünk vagy vitorláznunk kell tovább, hiszen ugye, hogyha az ember keresztül szeri az óceánt Írországból, akkor jön a New England, ugye a New England az észak-kelet. Amerika, ez a nem tudom, Vermont. Nem vagyok ott. Mi van még ott? Baltimore, nem tudom, az államokat. Szóval egy neipa megcsinálnak, egy neipát, az nekem olyan kicsit furcsának. Bocs, elveszem a kenyered, a folyékony kenyered. Na, elég most egy színű? Eléggé. Szerint nekem annak tűnik. De jól néz ki. De jól néz ki, igen. Pácsus, ez a Whitehead, ez lassan, ez még a Szent Austell nél is szinte jobbnak tűnik, bár az inkább egy klasszikus főzde volt, ugye a Cornish Tribute-tal. Igen, igen. Tehát a tipikus Nelson, a régi komlókat használtak. Ezek új tehát, komlókat használnak, és... Igen, tehát... Hány százalék? 5-4. Ja, visszatérve a vitorlázásra. Igen, ahhoz is értesz? Ez nagyon tompa. Tehát ez neipának, ez nagyon szelíd. Szép, de szelíd. A rekettje, amikor a végén kimossa az üstöt, körülbelül ilyen. Nem? Igen. Na. De nem rossz. Nem rossz, csak nem... Mi vagyunk nem is tudom... Elfásulva ezekkel a nagyon extrém... Elrekedjésedben. A nagyon extrém neipáktól. Igen, miután megiszod ezt, azt mondod, hogy hozzatok nekem egy rekedjést. Ez egy nagyon kultúrált. Olyan, mint amikor még nem licitáltak egymásra a főzdék, hogy ki csinál vadabb neipát. Igen. Eddig mindegyik nagyon egyben volt. Tehát valószínűleg nagyon ügy jelentnek a tisztaságra, jó főzőmesterük lehet, és szerintem az alapanyagokban sem spórolnak. És írják a White Hack honlapon, hogy parancsolj, hogy írmalátából készítik. Most nem tudom, hogy az esős éghajlat, ami ott van, az jó. Az árpának. Az jó. És ez sajnos érződik ezeken a sörökön. De ugyanez igaz a finn sörökre is, mármint a kraftokra. Hogy? Hát, hogy ilyen jó. Na jó, figyelj, azért az a titkos fámfüstölt íze, az nem volt egy nagy szám, lássuk be. A Mikku barátod, vagy milyen barátod? Én elfogult vagyok vele szemben, úgyhogy erről én nem nyilatkozok. Ha már egyszer dicsérni nem tudod. Hogy hívják a politikát? Mikku. Há, eltaláltam. Mikku. 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 Aha. Hogy mi? Ez egy Irish IPA. Ez a Bran and Ceolan, ez is valami ír
hú, most tudod, megölnek, ha nem találom el, hogy ez valami mondani. Nem, nem ölnek, meg majd belinkelik. És azt hiszem, hogy volt két kutyája, és azokból tenyésztették ki az írfarkas kutyát, vagy valami hasonló sztori. Visszavadították. Whatever, nem tudom igazából. Hát a habtartóság, hát... A tiéden tartósabb. Hú, ez grillásosabb, édesebb, és utána ez a legkeserűbb eddig. De ez is finom. Igen. Tehát, hogy komló tekintetben ez ízlik nekem a legjobban. És az lenne a tragédia... Írják, hogy milyen komló van benne? Hát nem hiszem. De kerestem a honlapon is, és mintha nem írnák, hogy vajon létezik-e írkomló. Barley. Nem. Nem, de mindegyik ilyen nagyon kibalanszolt. Igen. Semmi extrém. Mint egy Orbán Viktor. Nagyon várom a mondat második fejét. Mint egy Orbán Viktor, micsoda. Beszéd. Az is ilyen gramra. Igen? Hangsúlyozva? Hát ez azért kellemesebb, na. Ja, az biztos. Az átlátszóság tökéletes, a habtartóság nem jó, de az íze... Nekem a habtartósága sincs bajom. Hozzáteszem egyébként, még a legelső tételünknek még ilyen habja van. Nem igaz, az enyémben már elment. Okay. Neked valahogy téged jobban szeret a hab. Egyébként egyszer azon gondolkoztam, hogy a sör milyen egy undorító dolog. Igen. Megerjeszted, és még habzik is. Tehát gondolj egy patakot, ami így habzana. Belemernél fürdeni vagy inni belőle? Jó, de és egy habfürdő... De hát azt nem iszod meg. Mert a patakot megiszod? Hát, sokan abból ittak. Most jut eszembe, hogy ezt elhatároztuk, hogy ezzel fogjuk kezdeni. Ez a Shibin, sajnos már elfelejtettem, hogy ez milyen történet kötődik. Egy, hát gondolom, egy ilyen kellemesen átdrogozott ilyen... Igen, és miután ránézel a dobozra... A 70-es évek. Tuk. Szóval, hogy ez egy tangerine ipa, tehát mandarinos ipa. Ja, de ez is white. Ja, ez egy kollab a Round Corner Brewing-gal, amelyiknek viszont nem néztem utána, mert most vettem csak észre ezt a kis nagyon picike logót. Igen, ez a címke, ez kb. Hogy így ránézel, akkor mit tudom én, plusz 2000-ig az alkoholt. Igen, egyébként. Tehát, hogy... És a főleg, hogyha közelről... Meg a forgatod. Mandarinos ipa. Jó lesz a mandarinos ipajnak. Kicsit félek tőle. Azok után, amit... Tehát például ez az Irish ipa, ez valami zseniális volt. Na, de aki azt megcsinálja, az szerintem egy mandarint el tud helyezni egy ipa. Oh, de jó színe van! Ó, és de szép habja! És szerintem jó lesz az illata. Jók ezek az írek. Igen. Hű. És benne van a mandarin, vagy... Mondom én, hogy bele tudja rakni. Ráadásul kollab, tehát ketten gondolkoztak, hogyan tegyék bele a mandarint. Egy tökéletes, szép paplanos hab, 5-7 az alkohol. Szóval, hogy az lenne a tragédia, hogy ha ezt nem lehetne kapni máshol, és el tudom képzelni, hogy ez egy teljesen domestik ír cucc. A híres ír mandarin ültetvényeken megtermel. Nem az, hanem, hogy most mi azt mondjuk, hogy ez egy zseniális főzde, de hát most honnan tudsz ilyet? Sehonnan. De ha véletlen valaki Írországban jár... Illatában a mandarin jobban érződik, mint az ízében. Nekem az a... Benne van egy kicsi fanyarság, ez igaz, de... Az is? Nekem az jut róla eszembe, az a Auhallertau, ez a Grünhopfen. Tudod, a mandarin a baváriás. Hogy csak nagyon hátul. Uh-huh. Azt a mindenit a lányok, de jól el vannak. Szerintem szét nerfezték egymást a lányok. De hát senki nem várja, hogy csak mi érezzük jól magunkat. Mi egyébként az irodában nerfeztünk. Valaki mondott egy szarpoint, és hát azonnal repült már fel a nerf. Az egy jó dolog. Az a jó nerfben, hogy a monitort nem bántja. Hogy? Hát nem teszi tönkre, hogyha esetleg próbáltátok? Igen. Ja igen, nagyon szelíd dolog. Imperial Oatmeal Stout, vagy Irish Export Stout? Legyen. Az Oatmeal először szerintem. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Blackboard és Bellow. Nyilván mind a kettő valamilyen ír legenda.
Ez a Black Boar, ez fekete vatkan, azt hittem hirtelen medve, Black... de nem. Aha. Black Boar, ugye az a vatkan. Ah, neked töltök tekuba. Tudod, mintha most így... Kőolaj. Most örülnénk, hogy milyen szép ez a... Fú. Nem, tök fölösleges megkóstolnunk tőlük bármit, mert mindegyik tökéletes volt, és ez már a sírnivaló a jó kategória. Ó, ahogy ilyen olajosan a... Az oatmeal stout, az hol... Tehát az oatmeal az az ilyen gabonapehek, tehát zabpehek. Ja, igen, zab. Zabpehek. És igen, érted, amit én is csináltam ezt, az is oatmeal stout volt, csak nem imperial. De nem az van, hogy ja, ez 10-2-es, Jézusom, Jézusom. Irish Brewing Company, water, barley, hops, oatmeal yeast. Hát az ír tisztasági törvény szerint készült 10,2%-os gyönyörű. Igen. Tökéletes. Ah, na, de hogy szóval egy sima stoutba is csak zappelyhet, nem? Én nem, az zappelyhet egyébként még... Mint még a hordóérvárt lenne, olyan illata van. Nem, szerintem csak a magas alkohol miatt van. Magas élet, magas alkohol. Igen, nagyon jó. Ah. De itt meg kell jegyeznem. A kvanza jobb. A kvanza jobb? Uh-huh. Na, reketje most bontott egy pezsgőt, vagy egy kvan... Jobb a kvanza? Jobb. De az porter? Hasonló a kettő, nyilván az porter, ez meg nem. Kevésbé pörkölt. Igen, ebben nyilván több ez a fajta kávésság. De a... Korgyérzet. Igen. Jó, a kvanza is, Zoltán, ne aggódj. Jó, nagyon jó. Bár egy kicsit, mintha lappangana benne az a fél vodka, de hát ilyen alkoholtartalomnál már 10,2. Zokogok, ez durva. És azért habilag, tehát habtartóságilag 10 fölött, tessék, itt van. Mirviár. Na, hű, figyelj. Ez olyan finom, ezt majd Anna is megkóstolja szerintem. Anna vezet. Elvitt erre, odaadom a pohárba. Hát tessék, Irish Export Stout. Miért ezt ittuk előbb? Ezt kellett volna a végén. Nem tudom. Erre már nagyon vágytam, de hogy megköszönöm. Ja. Kóstoljuk. De ez szerintem... Annyira sejmes. Szóval ez a... Úgy de jó. Ez egy sima Irish Stout. Mi a különbség az Irish Stout és a English Stout között? Ez jó kérdés. Az Irish Stout a tipikusan a dry stoutok közé sorolják a Guinness-t. Igen. És ugye az egy dry, tehát egy száraz stout. Tehát, hogy nagyon nem édes, hanem ez a pörkölt. Igen. Én úgy tudom, javítsatok ki, hogyha nem így van, ezt csak tippelem, hogy a... Kifognak. Balázs, ne aggódj, kifognak. Hogy a... Ugye nem csak dry stout van. Érdekes, hogy ennek szinte alkoholmentes illata van. Na mindegy, szóval ez egy dry stout? Igen. Valószínűleg jóval kevesebb a karamellmaláta benne. Mert az én stoutomban, ami csak 5%-os volt, és olyan töménynek érezte, de az tele volt karamellmalátával. Ez 6 fél, viszont a teste meg vastag volt. Igen, azért, mert abban volt speciál B, amit csináltam. Ez egy sokkal kocsmaibb, de kocsmában igazából vastag. Igen, a kocsmában szerintem... Kocsmában vastag, ezután meg vékony. Igen, tényleg fordítva kellett volna. Elrontottuk. De nem, ebben... De annyira kívántad már. Ugye, igen, de az nagyon cukros, tehát abban rengeteg a cukor. Igen. De ebben... a teste is. Ja, a teste, a vastag teste, igen, a cukorból áll. Ebben viszont sokkal jobban kijön Az a sejmesség. Az a rengeteg cukor. De ebben viszont ez sörebb. Tehát, hogy ebben a maláta íz, tehát nem a cukor, hanem az a fajta pörkölt
aromák jobban kijönnek. Hogy az a baj, hogy ez is egy ilyen tökéletesen harmonikus cucc. Igen. Hogy annyira kíváncsi lennék ki ezeknek a főzőmestere, hogy ki az, akinek ennyire csalhatatlan ízlése van, nem? Hogy, vagy hogy hány évtizedet csinálják ezt? Szerintem ez nem mind... sok. Tehát, hogy ezek amiket mind végigkóstoltunk, ezek az új komló használata, az, hogy én, tehát a RIS, tehát a Russian Imperial Stout, ez az Irish Imperial Stout, de ez is például... Nem, ez egy Imperial Oatmeal Stout. Oatmeal Stout. Na mindegy, szóval, hogy ezek most kezdtek el, tehát, hogy most érsz... Nem lehet ennyire volt. Gyorsan ennyire jókat csinálni, hogy és csak jó volt az összes. Nem volt, nem. Közepesen jó se volt, ugyanaz, nagyon jó volt minimum. Ugyanaz az érzésem, mint a Gypsy Hill-nél. Ott is zseniális volt mindegyik. Az igaz. Ott viszont sokkal ilyen elborultabb dolgok voltak. Tehát ez a füstös, gyümölcsös akármi. Hú, de jó volt ez a Gypsy Hill. Igen. Oh. Igen, ez egy klasszikusabb olyan, mint a Giesinger Münchenben, hogy német tisztasági törvény, ez meg ír tisztasági törvény. Klasszikus. Hát, remélem majd egyszer kiderül, hogy lehet kapni Európában máshol is. Ha valaki valahol Európában lakik, és ott lehet ilyet kapni, akkor kommentelje be. Van még valami bölcsesség? Sziasztok! Iratkozzatok fel!